leges legkorábbi emlékem Vásárhelyről a 2003-as úgynevezett öt nemzet verseny, akkor adták át az úszodát és az úszoda felavatásaképpen rendeztek itt egy versenyt, ahol már nem is emlékszem pontosan, de 6 vagy 7 számba indultam, álltam rajtkőre, és a nagy részét sikerült megnyernem. Az volt az első olyan emlékem és élményem, ami már az első versenyem, az első alkalom, amit itt töltöttem, az már nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy gyakorlatilag ennek most már 13 éve. Benyomásom a városról akkor az volt, hogy egy nagyon-nagyon családias, egy nagyon szerethető város. A felkészülésnek az a része, ami a legfontosabb, azokat mindig itt töltjük el, úgyhogy nagyon szeretünk ide járni, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy hazajárunk. Nem győzök hálás lenni azért a segítségért, azért a háttérért, azért a támogatásért, amit gyakorlatilag mi mindig itt kapunk, és hát mindig el is szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan ez számukra nagyon fontos bázis a felkészülésünknek. Ez a hozzáállás, amit mi kapunk Hódmezővásárhelytől, az mindenféleképpen úgy gondolom, hogy világszínvonalú. Emlékszem arra, amikor én 1999-ben 10 évesen lekerültem a Komjádi úszodába, és Rózsa Norbert, aki miatt én elkezdtem sportolni, aki miatt én elkezdtem úszni, amikor a 96-os atlantai 200 mell döntőjét én otthonról néztem, akkor fogalmazódott meg bennem először, hogy én is olimpiai bajnok szeretnék lenni, és az ő hatására kezdtem el sportolni. Oda mentem hozzá, és tényleg azzal a szeretettel, azzal a hozzáállással, ahogy viszonyult egy 10 éves kisfiúhoz, egy olyan ember, aki mindent megnyert a sportban, az számomra példaértékű volt, egy fiatal odajön fényképet, autogramot kérni, akkor én is azzal a türelemmel és azzal a hozzáállással szeretnék hozzáállni, hiszen számomra ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt annó 10 évesen, ahogy Rózsa Norbert viszonyult így hozzám, ezért is tartom őt példaképemnek, és én is hasonló mentalitással próbálom ezeket a helyzeteket kezelni. Bízom benne, hogy az idei ifjúsági Európa-bajnokságon, amit itt fognak megrendezni Hódmezővásárhelyen, nagyon szép eredményeket fognak elérni a vásárhelyi, és nem csak a vásárhelyen, hanem az egész magyar úszók. Nyilvánvalóan a vásárhelyiek azért a szívem csücskei lesznek, és nekik is egy kicsit talán jobban fogok szurkolni. Ha lehet kedvenc helyet mondani, akkor mégiscsak ezt az úszodai részt mondanám, hiszen azért itt töltjük el a legtöbb időt a mindennapokból. És talán ezek azok, amik mindig, mikor itt vagyok és beugrom a vízbe, akkor egyrészt nagyon jó emlékekkel töltenek el, másrésztről pedig tényleg egyfajta babona is, hogy ezeken a medencéken, ezeken a pályákon készültem fel az elmúlt években, és most is itt készülök, úgyhogy ez mindenféleképpen megadja számomra azt a mentális erőt, azt a motivációt, hogy igen, innen már meg tudtam csinálni, akkor most is meg fogom tudni.